Szép estét kívánok! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, talán már láthatták a Királynyi Napokról készült összefoglalónkat, ahol egy rendkívül kedves vendéget köszönthettünk, valakit, egy legendát, aki otthonról hazajött. Aki otthonról hazajött, ez pedig nem más, mint Gazdag Béla, az Alberégia Tánc Együttes egykori művészeti vezetője, aki nagyon sokat tett azért, hogy a népi kultúra meghonosodjék ebben a városban, és olyan szintet képviseljen, mint ami jelenleg is, hála Istennek, jellemzi az Alberégia Tánc Együttest. Örülök, hogy itthon vagy velünk. Az otthonról hazajött, hiszen tudjuk, hogy jövőre lesz 30 esztendeje, hogy Finnországban élsz. Erről is fogunk beszélgetni természetesen, de hát kell, hogy a kezdetekről is szó essék. Annál is inkább, hiszen jövőre lesz egy 40 éves évforduló is, hiszen akkor vehetted át az első aranysarkantyút, aztán még kétszer 83-ban és 85-ben, legendás időszak volt. Pontosan ezért kezdjük az alapnál, evezz a mélyre. Hogy kezd valaki el néptáncolni abban az időszakban, amikor jószerivel ugye még a könnyű zene nem aratott olyan szinten, mint mostanság, viszont már elkezdődtek a táncházas időszakok, és ha valaki ezt komolyan vette, akkor bizony eljuthatott addig, mint te magad. Beszélj a kezdetekről nekünk. Hát szeretettel köszöntök én is mindenkit. Igen, hát a kezdetekről, ha beszélünk, akkor mondhatom azt, hogy szerencsés időben kezdtem el a néptáncot, és ez annak köszönhető, amikor az általános iskolába, az érnézeti általános iskolába beiratkoztam, akkor ott az egyik testnevés orr helyett néptáncot oktattak, és hát a néptánc tanárom Karcagi Gyuláné Éva néni volt, aki igazán 6 éves koromtól kezdve megszerettette velem a néptáncot. Különböző néptáncórákon, később versenyeken vettünk részt, és tulajdonképpen ez megalapozta az én jövőmet is, a néptánc szeretetét és a tánc szeretetét. Mikor derült ki, hiszen önmagában a szorgalom ahhoz nem elég, hogy valaki egy ilyen veretes pályát futhasson be. Mikor derült ki, hogy kellően tehetséges vagy ahhoz, hogy ezt tovább fejleszt, hogy fejlődj? Hát először is az általános iskolában hát mindenki táncolt, ott nem voltak különbségek, de néha kaptam szóló szerepeket is ilyen gyermekjátékokban. Aztán miután az általános iskola után elmentük a fő gimnáziumba, szintén zenei tagozatos gimnáziumba, ahol folytattuk tovább a néptáncot, és abban az időszakban, tehát ilyen, hogy Neyfrimivel, meg Rónai Lacival, meg ezekkel együtt táncoltunk, és hát a különböző diáknapokon vettünk részt, például soproni diáknapokon, keszthelyi diáknapokon, és úgy éreztük, hogy ez egy olyan műfaj, amit érdemes tovább folytatni. Majd 1972-ben hárman kaptunk meghívást az akkor működő Fejér megyei népi együttestek a csoportjába. Hát ez nekem nagyon nagy öröm volt, hogy végül is egy olyan szintre emelkedhetett a tánctudásom, hogy egy Fehérvár működő, akkor elismert, és akkor is elismert együttes megkeresett bennünket, és hogy menjünk táncolni. Tehát ez volt a fejlődés záloga. Ki volt a mestered az első időszakban, aki elindított tulajdonképpen a népi együttesben a szólótáncosi, illetve a koreográfusi pályán? Hát igazából sok mesterről beszélhetnék. Ilyenek voltak például Botos József, aki megkeresett akkor bennünket, és akkor még az együttesek a táncvezetőjeként működött. Ő általa tanultam sokat, majd Tortobágyi Béla volt, vagy Pisti voltak, akik szintén rengeteget mutattak, tanítottak nekem, és hát akkor még Fekete Feri bácsi is rengeteget tanított. Aztán később, miután már elvégeztem a gimnáziumot, és elmentem katonának, katonasági idő után pedig Botos József ajánlására részt vettem egy ilyen nagy táncházvezetői tanfolyamon, amit Tímár Sándor vezetett. Ez egy 2 éves tanfolyam volt, és hát olyan nagyságokkal, mint Rurávszki Zoltán, Farkas Batyuval együtt táncolhattunk, Németh Ildikóval, megismertük a világot, akkor tulajdonképpen már működött a táncházmozgalom, úgyis 72-ben, amikor elkezdődött, nálunk 74-ben Fehérváron is már működött, és ennek a kapcsán volt az, hogy valaki vegye ezt az egész táncházvezetést, és akkor kaptuk azt, hogy Vas Évivel közösen, Kovács Dodival együtt elmentünk ebbe az Abaúj Szántai tanfolyamra, és onnantól kezdve 2 évig jártunk erre a
táncházvezetői tanfolyamra. Tehát kiteljesedtél. Mi mindent lehetett megtanulni, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy egy fehér folt volt a magyar népművészet, a magyar népi hagyományok ismerete akkoriban. Nagyon sok mindenki foglalkozott vele, hiszen itt a királyi napokon például ugye Pesovár Ferencre is emlékeztünk, és itt volt Pesovár Ernő a testvérének a lánya, Zsófia, aki szintén arról beszélt, hogy az egy úttörő kezdeményezés volt. És nyilvánvaló, hogy aki néptáncolt, annak ezt is meg kellett ismernie, hiszen a különböző táncok az teljesen ismeretlenek voltak. Hát igen, végül is abban az időszakban, amikor én ide kerültem az együtteshez 72-ben, akkor még ez a Mojszájev stílus ment az Állami Népgyűjtésen keresztül, nagy táncalkotások, magyar képeskönyvön keresztül megismerkedtünk különböző ilyen koreográfiai műfajokkal és táncokkal, amik egy inkább színpadi jellegű táncok voltak. Aztán a nagy áttörés volt ez a táncház mozgalomnak a létrehozása, vagy létrejötte, amikor tulajdonképpen a saját magad tudtál alkotni azáltal, hogy megtanultad a régi mester, régi táncosoktól a táncokat, amiket megtanítottak nekünk is, és ebből kifejlődhettél, saját magad improvizálhattál, tovább éltél a tánccal. Nagyon fontos volt nyilvánvaló azoknak a szerepe, András Falvi Bertalanra gondolok, Kallós Zoli bácsira és a többiekre, akik azért járták akkor már az egész Kárpát-medencét. Ilyen értelemben Mezőföld egy kicsit elhanyagolt volt, mint tudjuk, de aztán Pesovár Ferencnek köszönhetően felderítették itt is. Mennyit kellett változni a táncnak időközben, hiszen aztán utána a táncművészeti főiskolát is elvégezted, táncpedagógusként is oktattál folyamatosan, ráadásul művészeti vezető lettél később a táncegyüttesben, és mindig kellett a megújulás. Hát igen, végül is a tudást, amit akkor megszereztünk ebből a paraszti kultúrából, mondjuk így. Nagy szerencsém volt például Pesovár Feri bácsival együtt voltam Erdélyben is gyűjteni, tehát részt vettem egy olyan utazáson is, ahol találkoztunk azokkal az emberekkel, akitől tulajdonképpen az eredeti jót föl tudtuk gyűjteni. Majd pedig az, hogy tehát ebben a tánccal, amit az ember kiteljesedett, és úgy éreztem, hogy magamévá tudtam tenni, nekem az elsődleges nagy dolgom az volt, hogy ezt másnak is át tudjam adni. Ezért tulajdonképpen 1977-től kezdve az Albéga Táncegyüttesnek, akkor még fejménégbégítésnek a tánckar vezetője lettem, és onnantól kezdve kineveltem egy olyan társaságot, igaz, az én kezem alatt nevelkedtek, a majoros testvérektől kezdve, a Hankakas Pistitől, Átnél Gáber Attila, akkor a Török Sándor, nem akarok senkit se kihagyni. Így van, tehát egy remek csapat egy alakult. Olyan csapat, igen, akik most is a világban különböző helyeken dolgoznak, Pécsen, vagy Bábolnán, vagy bárhol itt, akár Fehérváron. És én úgy érzem, hogy próbáltam átadni azt a szakmai tudást, azt az anyagot, azt, amit én is megtanultam másoktól, hát beleértve egy Timár Sándort, Novák Ferencet, Folti Jolánt, akik szintén mesteremnek tekinthetek, mert rajtuk keresztül rengeteget tanultam. Én jártam a B kategóriáról, pontosan Novák Ferenc, Györfajvő Katalin is még lejárt tanítani bennünket, és hát semmiszer Folti Jolán és Najvid Pannival. Igen, áldott emlék a Kallós Zoli bácsival, még az utolsó évében ott voltunk Válaszúton, amikor a múzeum új részét átadták, Hoppál Péterék, és ő arról beszélt ott, mert ott volt Novák Tata is, meg hát jószerivel mindenki, hiszen ott Válaszúton mindenki otthonra talált, hogy azok az időszakok voltak igazán, amik fellendítették, illetve megmentették a népi kultúrát, amikor ti is jártatok ugye Erdélyt plusz Székelyföldet. Mert hogy a székelyföldi táncok megmentésének te vagy az úttörője, az egyik úttörője, az egyértelmű. Igen, végül is valamikor a 80-as évek elején rengeteget jártunk ki Erdélyben, és Kallós Zoli bácsival kapcsolatban is léptünk. Itt főleg a Déne Zoltánt emelném ki, akivel rengeteget utaztunk, és akkor még ilyen úttörő munkába hordtuk a bibliákat ki Erdélybe, amit ugye nem szabadott, ugyanakkor hoztuk vissza a korondi fazekas termékeket Zoli bácsin keresztül, meg különböző olyan írásokat, amit Zoli bácsi gyűjtött. Tehát igyekeztünk ilyen úttörő munkával színesíteni és feldobni a magyar népi kultúrát.
Rengeteg sikerben volt részed, hiszen ahogy mondtuk, hogy 81-ben már aranysarkantyút kaptál, 83-85-ben nem különben, majd, és emellett azért az Alba Régia Táncegyüttes valamennyi fesztiválon nagy sikereket aratott. Ehhez mindig meg kellett újulni. Hogyan lehet egy együttest kiteljesíteni? Ugye beszéltél arról, hogy a fiatalok azért már felnőttek, tehát a vezető táncosok, de ehhez viszont kellettek új koreográfiák is. Igen, hát ez a 80-as évek elejétől számítva egészen, addig én figyelemmel kísértem és el nem mentem. Ez nagyon nagy fellendülés volt az együttes életében. Itt gondolok arra, hogy olyan néprajzi alapokon működő és tudás alapján működő koreográfek születtek, amit Pesovár Feri bácsi adott nekünk közre. Tehát őneki az ötleteiből keletkeztek különböző táncok. Például a kitáncoltatás, ami 81-ben készült, az Pesovár Feri bácsinak egy szerelmi csalódottságából született, hogy ezt talán ki kell táncoltatni. És hát ez alapján formálódott meg maga a történet is, ami egy kis ilyen suite-be belekomponálva, egy mezőföldi, egy lányjáték és egy kitáncoltatás részletéből a akkori Szolnoki Fesztiválnak a nívódiát nyertük el. És hát mivel eléggé jó paszba volt az együttes, hát ugyanabban az évben én is indultam a Békés-Abély Szolgatánc Fesztiválon, 81-ben is megkaptam az első sarkantyomat, 83-ban a másodikat, 85-ben a harmadikat, az örököset, ami kifejezetten azért annak is köszönhető, hogy nem úgy, mint általában az emberek bemennek dolgozni a munkahelyére, és ledolgozzák a 8 órát, és hazamennek. Én akkor szerencsésen a Művelési Központnak a munkatársa voltam, reggel bementem dolgozni, és este 10-kor mentem haza, ami azt jelentette, hogy délelőtt folytattam a művészeti munkát a Művelési Központba, délután pedig a művészeti nevelői munkát, oktatói munkát, utánpótlás csoportokat, akkor a junior csoportot, az együttes vezetési, illetve a tánc vezetési munkát, a stúdióban videókat néztünk, régi archív felvételeket, állandóan képeztük magunkat, tanultunk. Tehát igazából a napunk az nem egy 8 órás munkaidő volt, hanem mondhatjuk azt, hogy van nem 24 órás, hogyha az alvást nem számítjuk. Igen, hát ez ott a teljességet, a töpörtyüktől egészen a nagyokig. Pontosan. Emellett viszont volt energiád arra is, hogy másutt is oktass. Tehát gondolok itt elsősorban, hogy Martonvásáron is te teremtetted meg a lehetőséget, Várpalotáról nem különben. Tehát olyan együttesek, amelyeket el se tudott volna képzelni azon a szinten, ahova te eljuttattad őket. Hát igen, végül is a szárnybontogatásaim azok egész pontosan még seregésen kezdődtek, és akkor seregés után még Szabadbattyánba is jártam ki, ahol a kedves húgodat is tanította. Igen. Aztán később természetesen Martonvásáron is megkeresett Salamon Erzsike, hogy nincs-e kedvem az együttest átvenni, és akkor 80-tól 86-ig voltam az együttesnek a művészetvezetője, ami szintén egy olyan új alapot adott az életemnek, hogy más emberekkel ismerkedtem meg, más jellegű táncosokkal, akiknek szintén kell valamit adni, és mást adni. Tehát több rétegű munkát kellett végeznem. Ugyanúgy Várpalotára is kijártam, tehát Várpalotát is tanítottam. És hát mivel eléggé keresett voltam abban az időszakban, ezért Veszprémtől kezdve Ajka, Padrakút, Bakony táncegyüttes, akkor egészen Badacsony Tomai néptáncegyüttesig bezárólag mindenhova hívtak. Ennek tükrében nem lehetett véletlen, gondolom, hanem egy természetes íve volt ilyen értelemben a táncpedagógusi pályádnak, hogy megtaláltak külföldön, mert Erdélyt én nem veszem külföldnek, de megtaláltak a külhoni magyarok is, és ugye a rendszerváltást követően már folyamatosan mentél, és akkor még kicsit megérkezünk Finnországba, de először utazzunk el máshova. Jó. Hát még Finnországhoz is kapcsolódik, meg hát mindenféle más rendezvényekhez. Tehát az együttesünk 1985-ben látott vendégül egy kanadai tánc együttest, a Bokréta tánc együttest Montrealból, akik nálunk voltak elszállásolva, és nálunk vendégeskedtek, és erre kaptunk egy visszahívást a Bokrétától, illetve az akkori Makina tánc együttes, akik Quebecben működtek, Drummondville-be, és 1986-ban voltunk Kanadába.
Igazából ez a 86-os kanadai fesztivál volt egy olyan nagy elindulás az életemben, amikor ez a fesztivál, illetve az ott működő makinatánc együttes többször visszahívott engem, tehát minden évben, 87, 88, 89, 90-ben is visszajártam Kanadába két-két hétre tanítani az ottani francia anyanyelvű makinatánc együttest, illetve végeztem különböző tánckurzusokat az ott élő magyaroknak is. Ennek kapcsán kaptam végül egy ilyen 8 hónapos meghívást Ontarióba, Kanadába, 1990. októberétől 91. májusáig. Az már egy másik élet, mondom én. Ja, értem. Tehát 8 hónap. Igen. 8 hónap távol az otthontól, ugyanolyan elvek mentén oktatni, de azért az mégiscsak Kanadában van. Tudtad már akkor, hogy mire vállalkozol ezzel? Hiszen a siker nem lehetett kérdéses. Igazából nem voltam erre felkészülve, hogy mit kell csinálni, vagy tehát tudtam, hogy tanítani kell, tehát ez nem volt kérdés. Ebben vagyok jó. Tehát úgy érzem, hogy az elmúlt évtizedek alatt rengeteg olyan tanítványom került ki a kezem alól, akik szerintem büszkék arra, hogy táncolhattak, illetve velem együtt táncolhattak, vagy esetleg tőlem tanulhattak. Ami akkor a kanadai utazásomnak a lényege volt, hogy különböző magyar házak, különböző városokban működő magyar együtteseknek a szintjén való emelés, tanítás, tehát följebb a technikai részét, illetve újabb koreográfiáknak a készítését. Bár én nem hívom ezeket koreográfiák, inkább kis etüdőknek, amiket valamilyen meglévő zenei egységre összekomponáltam, és ezekből végül is egy előadást tudtak alkotni. Aztán hazajöttél teljes 5 napra. Egész pontosan három napra. Három napra. Én most lepődtem meg, még az adás előtt mondtad, hogy ez csak 3 nap volt. Igen, ez a 3 nap arra volt jó, hogy be tudtam menni a finnországi nagykövetségre, és be tudták jutni az útlevelembe a munkavállalási vízumot. Mert hogy 1991 óta Finnország az otthonod, és ennek idestova 30 esztendeje, egy emberöltő. Nem is számoltam ki még, de ez nagyon fontos dátum. Hát igen, igazából ez a finnországi tartózkodásom is szinte abból ered, hogy amikor a 85-ös fesztivál után kim voltunk Finnországban nagy fesztiválon, ez pedig a Kauszínű Népzenei és Néptánc Fesztivál, ami egyik legrangosabb fesztivál Finnországban. Majd tanítottunk mindenfelé, és ott működött egy Tervolában egy Rimparemi nevezetű félprofesszionális együttes, inkább a szintjére mondom, hogy félprofi, mert amatőrök voltak, teljesen pénz nélkül táncoltak, és őket is tanítottam. Velük együtt szinte, majdnem azt mondjuk Kanada után, Finnország volt az a másik két, vagy mindig kijártam a saját szabadságom terhére oktatni őket, és újabb koreográfiákat hoztunk létre. Kint voltam Nefilimivel, Botos Zsuzsivel közösen egyszerre tanítani, és hát megalapoztuk, hogy ez egy együttes képes arra, hogy magyar néptáncokat táncoljon. És egész pontosan 91 júniusában jött meg, egyet előtte már, jött meg a felkérés, hogy lennék-e ennek a tánccsoportnak, az ott működő tánccsoportnak a tánckar vezetője, illetve asszisztense, aki igazából a gyakorlati tréning és mindenféle magyar néptánc koreográfiáknak a atya lennék. Mila, tudtad akkor, hogy ez 3 évtizedig tart? Tehát az életed egyik fele ott telik? Igazából nem tudtam. Úgy voltunk erre fölkészülve, hogy ahogy a Kanadában is kint voltam 8 hónapig, és ez egy úródeszka volt, egy megmérettetés, egy másfajta munka. Tehát nem egy magyar embereknek a magyar közösségnek, akik értik a magyar nyelvet, mert azért Finnországban nem értik a magyar nyelvet. Ő nekik megtanítani olyan énekeket, hogy sej, bura-bura, tehát egy karosszági népdalt, amit végig énekeltek. Tehát ugyanúgy egy üveges táncot végig táncoltak, holott nem is tudták, hogy miről szól, és ezeket mind beadagolni nekik, hogy tulajdonképpen mitől van az, hogy a lányok táncolnak üvegekkel, vagy a fiúk botolnak, vagy éppen szétverik a lábukat, a csizmájukat a lábukon, hogy miért kell ezt. Tehát ezt nem csak az, hogy egy technikai részt megtanítani nekik, hanem azt is, hogy mi van mögötte. Tehát ez egyfajta misszió. Igen, igen. Na most ez, amit kérdeztél, hogy tudtam, hogy meddig fog ezt tartani, ezt nem tudtam. Tehát én úgy készültem akkor, mivel akkor volt a mennyasszonyom, illetve később házasságot kötöttem a feleségemmel,
gyerekünk született, hogy azt gondoltuk, amikor majd a gyerekeink iskolások lesznek, akkor majd hazajövünk. És hát végülis ennek köszönhetem azt, hogy 97-ben Botos Józsi felajánlta nekem azt, hogy hát nem akarod átvenni az Abrida táncegyüttesnek a művészetvezetését. Mondom, dehogy nem. És akkor abban a pillanatban fogtam magam, és mondom, jövök, és itt vagyok. Igen. Itt most egy felsorolás következik, hiszen több oktatás és kulturális intézmények már, mint Finnországban. Tehát az ottani Színház és Filmművészeti Főiskola, a Finn Nemzeti Opera, a Turkui Táncművészeti Akadémia, Ouluri Szakfőiskola, táncpedagógus képzőszaka, Kuipoi, Tamperei Konzervatórium, illetve több amatőr együttes tánctanára. Emellett táncházakat rendeztél, filmfesztiválokon működtél közre tanácsadóként. Hogy lehetett ezt bírni? Így hát aztán igen. Nem csoda, hogy otthonra találtál, hiszen jószerivel, ahogy itthon, hogy 0-tól 24 óráig gyakorlatilag, egy kicsit ott is így volt. Igen, tehát végül is ezt mondhatom, amit te is mondtad, hogy 0-tól 24-ig, tehát ott is. De tehát soha nem volt az, hogy valamit elvégeztem és leültem volna, és akkor a babérokon ott ücsörögni, hanem mindig kerestem az újat és az újat. Tehát ennek köszönhetően bejártam egész Finnországot. Mondhatom azt, hogy én ez alatt a 30 év alatt többet utaztam Finnországon, mint egy alapfinn. Igen, de egy olyan finn, aki egész életét ott töltötte. Olyan helyekre jutottam el, ahol, mikor beszéltem, hogy éppen a Mikulásnál voltam, vagy ott táncoltunk, azt mondja, hát ők nem is voltak még a Mikulásnál. Hát mondom, pedig egy nagyon, Magyarországon is nagyon sokan jártak már ki, és vannak olyan finnek, akik még nem voltak. Mert azért rohanemi távolság, hogy Helsinkiből 1000 kilométert fölmenni, visszamenni, nem is beszélve az utazási költségekről, mert mind. Tehát eléggé húzós oda eljutni, és nem biztos, hogy ezt erre kíváncsiak a finnek. Na most az, hogy megkerestek pontosan, gondolom a szakmai tudásom alapján, különböző helyek, amit felsoroltál, tehát a különböző intézmények, táncegyüttesek, akik megállás nélkül akartak tanulni újat és újat. Tehát akkor volt egy ilyen nagy beszélgetésünk néhány finn pedagógussal, meg koreográfussal, hogy a finn néptánc nem volt elismert Finnországban. Tehát nem úgy, mint Magyarországon. A finn néptáncot olyan szintre kellett fölemelni, hogy a közönség azt mondja, hát ezek ilyen kis botorkálók, kis öregek, akik fölmennek színpadra, hanem igen, a néptáncnak van ereje, tehát még a finn néptáncnak is. És ezt pontosan úgy lehetett elérni, hogy nem csak összeállunk egy héten egyszer, eltáncolunk egy ilyen kis rövid kis hetyegős koreográfiát, hanem adjunk neki, tehát az izomzatnak meg kell őket dolgoztatni. Tehát a fiatal táncosokat arra neveltük, hogy a táncon keresztül olyan készségeket alakítsanak ki magukban, ami nem csak arról van szó, hogy két lépés előre, két lépés hátra, hanem azt a két lépés, hogy milyen erővel, mi módon fogják megtenni. Tehát szintet léptek. Igen, ez volt a lényege. És nagyon sokat segítettél abban is, hogy rengeteg magyar együttest láthattak ott vendégül. Bizonyos értelemben Finnországban is megmaradtál magyarnak, de mennyire lettél finn? Mennyire lettél a hűvös északiakhoz bármint a mindennapokban közel? Hát, ez egy nagyon jó kérdés, és erre azért is nehéz válaszolni, mert az, hogy megmaradt a magyarnak, az természetesen, ez nem volt kérdés. De az, hogy mennyire leszek finn, az attól függ, hogy az ottani életemet, illetve azok az emberek, akikkel kapcsolatban lépek, hogy viszonyulnak hozzám. Na most az első szintben az volt, hogy hát természetesen magyar vagyok, úgy kezeltek, mint magyar embert, de később, miután az ember elsátítja a nyelvet, együtt szaunázik velük, együtt megy bárhová fellépni, együtt utazgatunk, és megismerik a másikat, kiderült, hogy ezek a finnek nem is olyan hidegek. Igen, tehát a teljesítmény és az elkötelezettség az hódított is. Így van. Ez elismerik, nyilvánvaló. És hogy már ha már elismerés, 2017 egy nagyon-nagyon fontos pillanat az életedben. Én azt gondolom, hogy minden embernek szüksége van az elismerésre, és akkor, amikor a Magyar Arany Érdemkeresztet megkaptad Áder János köztársasági elnöktől, az egy olyan pillanat volt, hogy azt mondhattad visszatekintve, hogy lám-lám megérte. Hát igen, én soha nem gondoltam erre, hogy valamikor kitüntetést fogok kapni, úgyhogy ezért is lepődtem meg, amikor felhívták a figyelmem, hogy ilyenkor, ekkor és ekkor legyél otthon, illetve tartózkodjál itt. Pont egy fesztivál kapcsán volt az, hogy a Hulló és Márta fesztivál, amit a mi közösségünk szervez. A Rikli Gábor, a Magyar Kultúrás Egyesület, illetve úgy mondjuk, hogy a Magyar Kultúrintézeménynek az igazgatója följött a színpadra,
és a közönség előtt bejelentette, hogy megkaptam ezt a kitüntetést, és hát ezt majd legközelebb, majd a következő hónapban fogom átvenni a Magyarnak a nagykövetségen Helsinkibe. Elérzékenyültél egy kicsit, hát, mert ez megerősítést jelent, ugye? Igen, igen, az volt jó benne, hogy ugyanakkor volt egy magyar táncegyüttes is a színpadon, akik hallhatták ezt, majd ugyanez a színházban volt 800 fős közönség, akik végigkísérték, majdnem azt mondom, az életemet is. Táncosaim voltak, finn táncosok, finn együttes tagok, vezetők, koreográfusok, fesztiválszervezők, akik előtt tulajdonképpen a színpadon ott át egy nagy készfogással köszönhettem meg azt a munkát, amit velük együtt végezhettem. Azért jó azért hazajönni, ezt én tapasztaltam, hiszen a táncház aulájában néztem, hogy áhítattal hallgatják a szavaidat a mai fiatalok és kevésbé fiatalok. Jó hazajönni? Egy kicsit néha. Igen, és most azt is mondhatom, hogy nem csak hazajönni jó, hanem most már lehet, hogy maradok is. Tehát éppen az, hogy most augusztus 1-től nyugdíjas vagyok, tehát igazából sokkal több időt fogok tölteni Magyarországon, Székesfehérváron. Ami miatt nem mondhatom azt, hogy végleg hazaköltözlek, mert hát 3 gyerekem van, aki mind a 3 Finnországban él, meg 2 unokám. Tehát őket mindenképpen ki kell mennem meglátogatni, az ottani életvitelemet leszűkíteni arra, hogy ez csak egy látogatás szint legyen, és hát lassan berendezkedem ide, az a Székesfehérváron. Akkor örülünk, hogy otthonról hazajöttél, most csak fordítva. És nagyon szépen köszönöm. Én bízom benne, hogy egy kicsit visszatérsz a fehérvári táncéletbe is, mert azért függetlenül a sikerektől azért hiányzol. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én köszönöm. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a következő műsorban. Viszontlátásra!